Williams Televízió. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának február 9-ei adását látják. Nézzük röviden a tartalmat. Választás 2018. Választási tudnivalókról tájékoztat Mohainé Jakab Anikó jegyző. Farsang. A Mosolyország óvoda farsangi készülődésén jártunk. Zene, zene, zene. Közös koncertre készül a Dino és a Tanks Lengs. DHZ. Karácsonyi koncerttel zárta az évet a Zeneegyesület. Borverseny. Március 3-án lesz a 14. Vecsési Városi Borverseny. Névjegy. Bemutatjuk a tojáskabátok készítőjét, Nagy Vancák Viktóriát. Sport. Végül beszámolunk a legfrissebb sporteseményekről. Február 11-én rétesevés lesz a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A program vasárnap 16 órakor kezdődik a Grassalkovics Antal Német Nemzetiségi és Két Tannyelvű Általános Iskolában. A hagyományos farsang búcsúztató rendezvényen az érdeklődők megtekintetik, hogyan készül a rétes, és természetesen meg is kóstolhatják azt. Hagyományos sváb disznóvágást tartanak február 18-án a Vecsési Tájházban. Reggel 8 órától várják az érdeklődőket, akik különböző helyben készített fogásokat kóstolhatnak meg forró italok kíséretében. A részletekről a Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapján olvashatnak. Február 25-én Vecsésen rendezik meg a Kínai Holdújé Fesztivált. A program a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület szervezésében a Bálint Ágnes Kulturális Központ közreműködésével valósul meg városunkban. Az eseményen lesz kézműves vásár, origami hajtogatás, hagyományos kínai orvoslás, kínai opera és teaház is. A rendezvény minden programja ingyenes. Az április 8-i országgyűlési választások kapcsán a választópolgárok hamarosan megkapják a választási értesítőt. Mohainé Jakab Anikó jegyző néhány fontos tudnivalóra hívja fel a választók és a jelöltek figyelmét. Itt februárban néhány fontos dátumra és eseményre hívnám fel a figyelmet. Az első és legfontosabb, hogy a választópolgárok hamarosan megkapják a választási értesítőt a Nemzeti Választási Irodától. Aki február 9-ig a központi névjegyzékben szerepel, arra a lakás címére meg fogja kapni február 19-ig bezárólag postai úton ezt a választási értesítőt. Aki február 9-e után lakóhelyet változtat, annak pedig a helyi választási iroda fogja kiküldeni a választási értesítőket. Február hónapban nagyon fontos esemény van még. Február 19-től kereshetik meg a választópolgárokat a pártok független jelöltek ajánlás gyűjtéssel. Az ajánló ívekre folyamatosan érkeznek hozzánk ide a választási irodára a kérelmek. Ezeket mi nyilvántartásba vesszük, és február 19-én reggel 8 órától adhatjuk át a jelölteknek az ajánló íveket. Az ajánló ívek szerkezetében nem változtak a 4 évvel ezelőttihez képest, tehát azon a választópolgár személyes adatait kell feltüntetni. Nagyon fontos, hogy mindenki az érvényes személyi okmányaiból töltse vagy töltesse ki ezeket az adatokat. Azt is el szeretném mondani, hogy az ajánlás gyűjtő is rávezetheti ezeket az adatokat, hogyha valaki nem jól lát, vagy szeretne segíteni egy idősebb választópolgárnak, de ami a legfontosabb, hogy az aláírás az csak és kizárólag a választópolgáré lehet. Tehát lehet arra számítani, hogy a február 19-től fognak kopogtatni a lakásokon, esti órákban, napközben esetleg az aláírás, ajánlásgyűjtők, úgyhogy erre mindenképpen számítani lehet azoknak is, akik esetleg korábbiakban ugye úgy jelölték, hogy különböző választási eseményekről ők nem kérnek információt, mert ez az ajánlásgyűjtésre nem vonatkozik. A lakosság védelmében ezek a kopogtatók rendelkeznek-e bármilyen igazolvánnyal, vagy bármi olyan dokumentumon, amelyet, hogyha felmutatnak, akkor nagyobb bizalommal fogadhatják esetleg az idősebb lakók őket? Előírva ez így külön nincsen, tehát ez a jelölő szervezeteknek a dolga, hogy mely párt vagy civil szervezet egyesület nevében indult el és gyűjti az ajánlásokat, ez mindenkinek a saját érdeke, hogy be tudja magának bizonyítani, illetve a választópolgár,
hogy ő kinek a képviseletében jár el. Minden egyes ajánló íven azt is fel kell tüntetni, hogy ki az aláírás gyűjtő. Tehát mi azt is látjuk, hogy az adott személynél ki járt, mert az ő neve és az olvasható neve és az aláírás az szerepel valamennyi ajánló íven. Hol lehet, illetve hol nem lehet aláírás gyűjteni? Ajánlásokat gyűjteni nagyon fontos, hogy munkahelyen, munkaidőben egyáltalán nem lehet. Sem az ajánlásgyűjtőnek a munkahelyén, sem pedig az ajánlónak, tehát a választópolgárnak a munkahelyén sem lehet. Nem lehet köznevelési intézményben, iskolában, óvodában. Nem lehet egészségügyi intézményekben, orvosi rendelőkben gyűjteni. Nem lehet közlekedési eszközön. És erre nagyon oda kell figyelni, hogy az itt adott ajánlások érvénytelenek. Tehát ha ez a választási bizottságnak a tudomására jut, akkor azokat az ajánlóíveket meg kell semmisíteni, tehát ezek az ajánlások akkor érvénytelenek lesznek. Minden egyéb helyen lehetséges, ezt a választási eljárási törvényben részletesen fel van különben sorolva, hogy hol nem lehet, tehát a tiltóhelyek, amiket az előbb elmondtam. Várhatóan a lakóhelyükön fogják felkeresni a választópolgárokat, legalábbis 4 évvel ezelőtt is a tapasztalat ez volt. Azt még szeretném elmondani, hogy egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Tehát, hogyha neki szimpatikus több jelölt is, akkor az nincs megtiltva, hogy ő csak egyet, tehát több jelöltre is leadhatja az ajánlatát. De egy jelöltre csak egyszer. A többes jelölésnél akkor bizony az ő ajánlása érvénytelen. Még tart a farsangi időszak, és a Mosolyország óvodában vidáman készültek a gyerekek a pénteki állarcosbára. A mulatságra természetesen időben elkészült minden. A jelmez, az állarc és a fánk is. A farsang a vízkereszttől január 6-ától húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint hamvazó szerdáig, a nagybőjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, népünnepélyek jellemzik. Ilyenkor kicsik és nagyok jelmezeket öltenek, és állarcos mulatságokkal mulatják az időt. A Mosolyország óvoda minden csoportja részt vett kedden a vidám készülődésben. Mind a 3 csoportszobában készülődünk a farsangra, a Tücsök csoportszobában bohócot készítenek a gyerekek, a Delfin és a Piroska csoportban pedig bohóckalapot készítenek. Tulajdonképpen az új év kezdete óta a farsangra készülünk itt az óvodában. Ez azt jelenti, hogy az óvodai tevékenységekbe ágyazva barkácsolunk, farsangi témakörben, énekelünk, táncolunk a gyerekekkel, és ezzel a héttel viszont le fogjuk zárni a farsangi időszakot, ugyanis pénteken jön a buli vonat itt a székhelyünkön, összegyűjtjük a gyerekeket mind a 3 csoportból, és bemegyünk a tornaszobába, a telephelyünkön pedig pénteken délután lesz a farsangi mulatság. Azt tartjuk fontosnak a farsangi ünnepkörben és a farsangi bulizásnál, hogy minden gyermek olyan jelmezbe öltözzön, amit szívesen visel. Természetesen a lányok ilyenkor nagyon szívesen választják a hercegnő ruhákat, a fiúk pedig nagyon szívesen beöltöznek valamilyen szuperhősnek, és amellett, hogy szívesen beöltöznek annak, amit ők választanak, nagyon fontos az, hogy kényelmes legyen a ruházatuk, hogy együtt tudjunk táncolni és mulatozni, hiszen ez a nap, ez a bulizásról szól, amellett, hogy együtt énekelünk a tornaszobában. Fánk lesz-e? Természetesen lesz fánk is, nagyon sok szülő felajánlotta már, hogy hozni fog fánkot házi lekvárral, és hát szívesen fogják fogyasztani a gyerekek. Ez a farsangnak elengedhetetlen kelléke, úgy gondoljuk. Ilyenkor esetleg valami kis műsort is adnak elő, vagy pedig ez abszolút az önfelett szórakozásról szól? Abszolút az önfelett szórakozásról szól, azért tematikusan minden csoport készül egy-egy tánccal, egy-egy mondókával, egy-egy dallal, illetve a pénteki farsangolásunk után vasárnap fel fogunk lépni a falusi iskolának a tornatermében, a rétesevés hagyományőrzésen, ugye ezzel zárjuk le igazából a farsangot. De úgy előre tekintve a farsang után ugye megkezdődik a nagybőjt időszak, a húsvétre való felkészülés, de el fogunk még búcsúzni a tél. El fogjuk február végén égetni a kiszét az udvaron közösen, és utána pedig készülünk majd a tavaszi időszakra, március 15-ére, és hát a sváb hetünkre, hiszen ebben az évben majd a régi mesterségek lesz a témakör, amit fel fogunk dolgozni. A sváb hetünk pedig március 19-től 23-ig lesz majd nálunk. Közös jubileumi koncertre készül a 45 éves Dinosaurus Band és a 33 éves múltra visszatekintő Tengslengs együttes. Az örök ifjú veterán zenészek a program beharangozásaként sajtótájékoztatót tartottak a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A közös koncert március 30-án lesz a Bákban. A Tengslengs együttesnek megjelent tavaly a könyve,
egy könyvet jelentettek meg a zenekar életéről, és ők ebben az évben 33 évesek, hát a Dinosaurs Band az meg hát 45 éves ebben az évben, tehát mondhatnánk azt, hogy ilyen ős kövezetté alakult a két zenekar, és arra gondoltunk, hogy mivel hogy még működő ez a két zenekar, és nagyon aktívak vagyunk ahhoz képest, hogy már beléptünk az idősebb korosztály közé, egy közös koncerttel szeretném megünnepelni ezt az elmúlt 45-33 évet, és hát meghívjuk az ide, azokat a rajongóinkat időzélve, akik abban az időben a mi koncerteinkre jártak, szórakoztak, táncoltak. Mikor lesz a koncert? Március 30-án, pénteken, este 7:30-kor kezdik a koncert. Annyi a lényeg az egésznek egy koncertnek, hogy egy rendhagyó koncert lesz. A két zenekarnak egy rendhagyó koncerttel lesz, visszaidézzük a 70-es évek hangulatát. A két zenekar durván 1 óra 20 percet fog játszani, majd végén közösen fog megszólalni a két zenekar egy színpadon, tehát két dobfesszel és két basszusgitár, két szólógitár, tehát minden duplán lesz, és közösen fogunk egy pár régi számot előadni a zenekarra. Fedés van a rajongóinknál, mert hasonló zenét játszunk mi és ők is. Ők, hát hogyha úgy jellemezném, ők inkább a Beatles-es vonalat, mi pedig inkább a Rolling Stones-os vonalat, de ugyanaz a kornak a zenéje, ugyanazt játszunk mind a ketten. Belenéztem a könyvbe, és az van a bevezetőjében, hogy a Tanks-Langs nem egy zenekar, hanem egy gyülekezet. Ezt hogy értik? Hát ezt nem mi értjük így, hanem az író, ugye Berta Zsoltnak a könyve, és a bevezetőben egy ilyen frappáns mondatokkal kezdte az egészet. Ott végig magyarázgatja, hogy ahogy ő látta, ugye mi a zenekar mindig kívül állt mindenen, tehát nem kerültünk be a zenei fősodorba, de nem is akartunk sohasem bekerülni. Miért? Mert mi megvoltunk együtt, nagyon szeretjük egymást, és a rajongóink elkényeztettek bennünket, mert mindig olyan tömegek jártak hozzánk, hogy nem is gondoltunk sose arra, hogy lemezt csinálni. Jó, hogy adtunk ki, aztán már így a vége felé, hogy valami maradjon azért, de nem akartunk mi bekerülni. Jó volt ez egy kívül. Minden problémát mindig megoldottunk. Volt saját autónk, saját hangtechnikánk, saját fényünk. Soha nem béreltünk, nem kértünk meg soha senkit, külsőst. Mi mindig mindent magunk megoldottunk. Önök is a térség zenészei, mely városokból vannak a zenekar tagjai? Igen, hát én Ecseren lakom, a Dobosunk, a Szepesi Tomi Gyömrői,
a Gyuri, az énekesünk, gitáros, ő pedig nemrég költözött Maglódra, úgyhogy most egész közel kerültünk egymáshoz. Egyébként a budapesti zenekarnak számítottunk, mert mindig Pesten éltünk, Pesten volt az összes klubunk. Hogyha meg lehetne határozni egy dalt, ami úgy érez, hogy a Thanks Langs egyik indulója, himnusza, akkor melyik lenne az? Hát van kettő, ugye, a egész nap a gyárba hagytasz, mint egy állat, ez egyik himnusz. A másik pedig a Gyurinak egy parafrázisa, a hullapelyes fehér hú, hulla részek télapó című eposz. Karácsonyi ajándékkoncerttel zárta a 2017-es évet a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület. A Bálint Ágnes Kulturális Központban immáron 13. alkalommal volt teltház. Nálunk az év csúcspontja minden évben a karácsonyi koncert, ami most már 13 éve, azt lehet mondani, hogy egy hagyomány Vecsésen, és nagy örömömre, meg örömünkre, ugye ez ajándékkoncert város lakóinak, és utóbbi években teljes teltházzal megy a karácsonyi koncert a Bákban, ugye a koncertterem csurdik, tele van pócékekkel mindenfelől, és nagyon-nagyon örülünk, és köszönjük szépen ezt az érdeklődést minden vecsésinek. Én úgy érzem, aki ott volt, most is úgy ment haza, hogy egy ünnepi lélekkel, ami mindazt a szellemiséget, amit a karácsonyi koncertek alkalmával ezen 13 év alatt felépítettünk, úgy érzem, hogy ez átjött az embereknek, és mindenki megérezte ezt. Úgyhogy már hónapokkal a karácsony előtt megállítanak az emberek, és kérdezik, hogy mikor lesz a koncert. Ez annak a munkának, annak a minőségnek az eredménye, amit ezen évek alatt sikerült felépítenünk. Úgyhogy ezt köszönünk mindenkinek, és hát bízunk benne, hogy sokáig tudjuk ezt ilyen eredményességgel csinálni. Amikor megérkeztünk erre az interjúra, már szólt az Evita hihetetlen minőségben. Úgy látom, hogy a minőségre való törekvést, nem csak a törekvés, hanem az eredményesség is fémjelzi. Hát igen, mi magunk is törekszünk erre, és itt óriási köszönet jár a zenei vezetésnek, Szabó Imre Karnagy úrnak, és azoknak a vendégművészeknek, akiket minden évben felkérünk, és nagy szeretettel elfogadják, és azt lehet mondani, hogy most már állandó vendégművészeink. Itt kiemelném Pálinkás László művész urat, énekművész urat, Majsai Júliát, a Vecsési Zeneiskola magánének tanárnőjét. Szóval velük olyan munkakapcsolatot sikerült kialakítani, és akkor még mondhatnék egy pár vendégművészt, Serfel Gábor tuba művészt is, vagy akár Szilágyi Leventét, Szánykürtöst, akik olyan szólókkal emelték ezeknek a karácsonyi koncerteknek a színvonalát, ami nem mindennapi teljesítmény. Úgyhogy ez számunkra is öröm, és hogy ezt nem csak Vecsésen, hanem egyéb településeken is meg tudtuk mutatni, mint például most a Magyar Kultúra Napján Gombán voltunk, és adtunk egy Magyar Kultúra Napi koncertet, óriási sikerrel, és látni emberek arcát, a könnyező szemeket, ez ennél nagyobb boldogság, úgy érzem, nem kell az előadó művészeknek se, meg hát gyakorlatilag a közönségnek se. Szóval oda tudtuk tenni ennek az ünnepnek a mércéjét, a szintjét, ahova való. És ugyanakkor nem csak a helyi, illetve a környező települések lakóinak tetszik az, amit önök a színpadon zenélnek, hanem különböző versenyeken is időről időre méretik magukat. Idén készülnek-e valamilyen versenyre? Igen, április 14-én lesz a
Rasalkovics általános iskolának az aulájában a Landesrat éves minősítője, mi 3 évente kerül megrendezésre. Mi ezeken a minősítőken rendszeresen megjelenünk. Én úgy érzem, hogy minden csoportnak, de most csak a magunk nevében igyekszem beszélni, kell egyfajta szakmai visszajelzés, hogy az az út, amin járunk, az valóban jó út, és a hagyományőrzés a német nemzetiségi zene terén, ez egy olyan visszajelzés, ami gyakorlatilag a minőség és a minősítés. Landesrat, és nem mondtam, hogy kértünk föl, de mondhatom, mint a Landesrat zenei vezetőségének tagja, aki magyarországi német zenének, én úgy érzem, hogy az egyik legnagyobb szakértője. Geiger Györgyről van szó, aki a Zenakadémia trombitaton szakács vezette sokáig, a Soroksári Fúvózenekar első szenkültöse volt, és én úgy érzem, hogy nálánál komolyabb szakember, aki mind klasszikus zenei szinten, mind német nemzetiségi szinten, nem csak országosan, hanem világszinten is jegyeznek, és eljön hozzánk, és véleményt mond mindarról, amit mi teszünk, ez egy óriási dolog. És ugyanakkor nem csak a közönségnek, illetve a szakmai zsűrinek szeretnének megfelelni, hanem generációkról generációkra képviseltetik magukat a zenekarban, tehát úgymond apáiknak is. Hát igen, ez is egy, itt jön az, amit mindig szoktam mondani, hogy a szakmai színvonal mellett egyfajta közösséget építünk. A idősebb generációnak is ez egy óriási élmény, és tudja hova tenni. A fiataloknak meg tudjuk mutatni, és olyan helyzetbe tudjuk hozni őket, hogy ilyen hírességek, ilyen szakmabeli emberek véleményére adhatnak. És a mindennapi próbák kapcsán is igyekszünk hát terelgetni a fiatalokat, hogy azt a fajta minőséget, amit elért a zenekar, akkor ezt igyekezzenek fenntartani, és ha lehet tovább vinni. Ez mondjuk a nemzetiségi zenében hagyományainkban, de nagyon-nagyon büszke vagyok arra is, hogy az idén karácsonyi koncert alkalmával egy újabb fiatal formáció bemutatkozott a fiatalok közül, ők saját maguk rakták össze ezt a programot, és ők is büszkék voltak arra, hogy ezt ajándékul adhatják a becsésieknek, és a mai zenében, egy mai New Yorkban működő zenekar inspirációja kapcsán egy tanár úr támogatásával olyan produkciót raktak össze, amit állva tapsolt a közönség. Úgyhogy ez a fajta fiatal zenei műhely szerepet is betölti a VHZ, és ez ugye, ahogy mondtad, több generációnak mind stílusbeli, mind értékbeli elfogadását jelenti. Mind szakmailag, mind emberileg. Szintén egy óriási dolog. Mikor hol zenélnek legközelebb? A Rétes Evésen játszik az ifjúsági zenekar, utána a borversenyen fogunk egy kis félórás kultúrműsort adni a Becsesi borverseny elején, ez is most már szinte hagyomány. Aztán készülünk az áprilisi minősítőre, ami szintén itt lesz Vecsésen. Egyébként ennek is nagyon örülök, és hát nagy szeretettel ajánlom a vecsésieknek, hogy a Landesrat zenei szekciójának északi elnöke lehetek, és ezáltal tudtam lobbizni, hogy ezek a rendezvények ide kerüljenek Vecsésre. Szóval nem kell elutazni máshova, messze, 1-2 órát utazva, hanem csak elsétálni a Rasalkovics iskola aulájába, és olyan produkciókat láthat szinte az egész Észak-Magyarország, hát hogy is mondjam, német nemzetiségi zenei értékei ide jönnek Vecsésre. Úgyhogy ez szintén egy olyan alkalom, amikor mindenkinek egy kis ünnep lehet, és aki szereti ezt a muzsikát, ezt nagy szeretettel várjuk Vecsésre 14-én, április 14-én szombaton a Rasalkovics iskola aulájába.
Március 3-án rendezik meg a Grassalkovics Antal általános iskolában a 14. vecsésvárosi borversenyt. A Vecsési Borbarátok Egyesülete ezúton is meghív minden bortermelőt, kóstolni és bírálni vágyó érdeklődőt. A program 15 órakor kezdődik. Időben elkezdtük szervezni a rendezvényt, mert minden évben szeretnénk jobbat és jobbat ebből a rendezvényből kihozni. Már évek óta hagyománya van, hogy a Vecsési Hagyományozó Zeneegyesület fűvószenekara ad egy kis kultúrműsort a borverseny kezdete előtt. Ez az idén is így lesz. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, már az erejére is érdemes eljönni, mert egy kis muzsikával fogunk hangolni a versenyre. A verseny lebonyolítása hasonló lesz az előző években megszokottaktól. Ott helyben pénteken lehet leadni a mintákat, ha jól emlékszem, 5 órától este 8 óráig a Grassalkovics iskolában. Szombaton pedig délután 4 órától kezdődik a borverseny. Úgy, ahogy említettem, a kultúrműsorral, majd ezt követően a közönségbírálattal, ami együtt lesz a bírói bírálattal. Úgyhogy itt a fehér, rozé és a vörös borok tekintetében, ha ez lement, akkor egy nagyon finom vacsorával kedveskedünk mindenkinek. Egy olyan program lesz ez, amire érdemes eljönni, ahol érdemes megkóstolni mindazokat a borokat, amit a környékbeli gazdák termelnek. Ez egy kis kuriózum, mindig olyan, hogy is mondjam, ingyen dolgokat lehet ilyenkor kóstolni, amit általában a kereskedelmi forgalomban nem lehet megkapni. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki bort hozna, mint bortermelő, kis termelő, kis gazda, vagy olyat is, aki csak szereti a bort, és szívesen kóstolna, mert egy nagyon jó szombat délutáni programnak nézhet elébe. Folytatjuk névjegy című rovatunkat, melyben ezúttal egy különleges technikákkal dolgozó hobbi kézművest ismerhetnek meg. Szatén és harisnya virágait, tojáskabátait már több vecsési rendezvényen vásáron megcsodálhatták az érdeklődők. Aki mindezt készíti, az Nagy Vancák Viktória. Névje című rovatunk mai vendége Nagy Vancák Viktória, és most kivételesen mi vagyunk vendégségben nálad. Köszönjük, hogy meghívtál minket. Én köszönöm, hogy eljöttetek, és köszöntöm a kedves nézőket is. Nagyon tavaszi a hangulat itt már nálad, számos virág van, és valóban meg kell tapogatni a virágokat akár az ablakban is, hogy mi igazi, mi nem. Sőt, még akkor sem egyértelmű, hogy melyik igazi, melyik nem, hiszen erre is azt hittem, hogy az, pedig ez is egy általad készített növény. Miből készült? Ez levegőn száradó agyag a megnevezése, mondjuk így gyurma, csak egy kicsit finomabb. Ez a legújabb, amit készítettem. Úgy ezen mosodottam el odáig, hogy tudok ennyire finom és pontos munkát készíteni. Én még meg is szagoltam. Én is megszoktam, pedig én készítettem, de megdöbbentő számomra is, hogy ezt én csináltam, hogy tudok ilyet csinálni. Hogy kezdődött? Milyen technikával kezdted, hogy idáig tudtál jutni? És ugye ez csak egy technika, itt még számos különböző más szaténvirágot és más kézműves dolgot látunk, de erről is beszélünk majd. Körülbelül 8 évvel ezelőtt kezdődött nekem ez a nagy kreatív mániám. A keresztemes hímzéssel kezdtem, de az alapokat már gyermekként hoztam magammal az édesanyám révén, akinek szintén nagyon jó kézügyessége van. Nagyon szépen rajzol, így hál' Istennek örököltem, hogy én is tudok rajzolni. Amit utána felnőttként megspékeltem, elvégeztem ezt a jobbagyfertékés rajztanfolyamot is, ami még jobban hozzásegített a kreatív látásmódhoz. Talán ez is kellett ahhoz, hogy elinduljak egy másik irányba. És mint mondtam, a keresztszemes hímzés volt nekem, ami volt az első kézműves megmozdulásom. De aztán, amikor 2 évig egy képet vartam, akkor azért elgondolkoztam, hogy én ezt az érzést, ezt gyakrabban szeretném érezni, ami a siker, amikor kész volt, és nem tudtam vele betelni. Csoda, hogy 2 évig volt egyáltalán kitartásod. Igen. Tehát pont ellenkezőleg te inkább egy ilyen energikusabb, aktívabb, cserpesebb lánynak tűnsz, nem pedig aki 2 évig szöszöd egy keresztemes képen. Igen, elég nyüzsgő vagyok,
talán ez a két véglet, mert nyüzsgök, de közben itt pedig ki tudok kapcsolni, és ezt teljesen le tud kötni. Éjszakákon át tudok dolgozni, mondjuk ha kísérletezek valamit, hogy egy új virágot vagy egy új technikát tanulom, annyira bele tudok merülni, hogy észre se veszem, hogy elrepül az idő. Olyan, mintha külön életet élne a kezed, tehát most is éppen egy virágot készítesz, igen, ugye? Ezt is gondolom valamikor pár héttel ezelőtt kitaláltad, hogy ezt a világot igen, fogod. Igen, ezeket a virágokat már több fajtát csinálok. Ilyet azért már lehetett látni néhány szorvecsésen, és igen, gondolom nem is sejtik az emberek, nagyon sok hogy mindenki kapott tőlem ajándékba. Te készíted. Nagyon szeretem, például a 8 éves kisfiam is tavaly nőnapkor ilyen virággal ment az osztálytársaihoz, és hát nagyon boldogok voltak a kislányok, hogy ilyen szép virágot kaptak, mert azért nem egy hétköznapi dolog, és mindig örülnek az emberek, akik kapnak ajándékba tőlem. Úgyhogy sőt, nem csak egy szálával készített, hanem akár ugye ez egy mennyasszonyi csokor, vagy akár arra akár is. Akár arra is lehet, igen. Ez egy örök darab. Igen, ez nem hervad, örök csokor. Ballagásra ajándékba is készítettem már évekkel ezelőtt, és a mai napig nagyon nagy becsben van ott a lányzónál. Ezeket te találtad ki, vagy valahonnan úgymond lested, merítetted? Van nagyon sok minden, amit úgymond lestem, amit ugye továbbfejlesztettem, mert nagyon sok mindent én is ugye látok az interneten, és de sok mindent olyan bonyolultan csinálnak, hogy sokkal egyszerűbben meg lehet, és amikor így rájövök, hogy hát ezt így úgymond pofon egyszerű megcsinálni, aztán úgy gondolom, hogy nekem, mert aki még soha nem csinált semmi ilyesmit, akkor az úgy hozzá se tud kezdeni. De amikor így elkapod a fonalat, akkor annyira sikerélmény, amikor megcsinálod, és még egyszerűbben, mint ahogy láttad az interneten. Jó, hát ez már az évek, meg a rutin, ami a fiatalkorod ellenére már megvan, azért ez a katica is nagyon különleges. De hogyan jutottunk el a keresztemes hímzéstől egészen ezekig a szaténvirágokig? Volt esetleg valami más? A sok hímzés után volt, hogy elvégeztem egy kosárfonó iskolát, mert számomra a hagyományőrzés nagyon fontos volt, ilyen belső késztetés is. Mindig is szerettem ezeket a dolgokat. Én miskolci vagyok, a nagyszüleim ott vidéken, falun laknak, tehát én ezt gyerekként is ezt láttam, és nekem ez nagyon fontos volt, hogy azt például azt az iskolát elvégezzem. Te miért lesz egy fiatal lány kosárfonó? Tehát úgy gondoltad, hogy majd ebből fogsz megélni, vagy egy kellemes hobbi volt? Mondjuk az újadnak is azért gondolom, hogy egy jó kis edzés volt. Igen, főleg, hogy a nagy körmeimmel dolgozok mindig, és mindenki megdöbben, hogy ezekkel a körmökkel, hát már köröm nélkül mondjuk dolgozni se tudnék, mert ez nagyon sokat segít. Mit tanított meg neked a kosárfonás? A kosárfonáson túl? Már ott a türelem, mert azért ez nem egy egyszerű dolog, azt nem is lehet megtanulni, hogy azért az nagyon hosszú évek is kellenek hozzá, és azt gondolom, hogy amellett nem tudsz más csinálni, mert azért az akkora rutin kell hozzá, hogy folyamatosan azt kéne csinálni. De azért tegyük hozzá, hogy neked nem ez a foglalkozásod, tehát sőt, teljesen más. Igen, teljesen más. Valahol mégiscsak kapcsolódik, mert ahol dolgozom, ott is a kreativitás is fontos. Egy mérnök mellett dolgozok, aki gyönyörű szép dolgokat tud tervezni, rozsdamentes lépcsőt például. Tehát ott is egy kicsit kell a kreativitás. Pont ezért jó főnök, mert nagyon támogatja ezt a én dolgaimat, nagyon szereti. Úgyhogy ilyen szempontból is jó, mert megértjük egymást. De úgy tudom, hogy van egy másik szakmád is. Igen, dadusnak tanultam. Szerettem is volna ebben dolgozni, de valahogy soha nem hozta úgy az élet, mindig más felé mentem. Aztán most úgy ezzel megállapodtam, tehát én át tudom képzelni, hogy innen megyek nyugdíjba, ahol most dolgozom. Ott minőség ellenőr vagy, ugye ez hangzott el? Igen, minőség ellenőr vagyok egy fényipari cégnél, és kimondottan szeretem csinálni. És azért említsük meg, hogy van egy fiad is. Igen. És ezt azért tartom még fontosnak elmondani, mert nagyon sokan azt mondják, hogy hogy van erre ideje. Ugye? És hát az egy köztudott dolog, hogy egy van, amiből
mindenkinek ugyanannyi jut, az a 24 óra per nap. Igen, ki mivel tölti ezt a 24 órát? Ugye a mai világban legtöbben a telefon nyomkodják. Hát én telefonnyomkodás helyett inkább virágot hajtogatsz. Igen, inkább csinálok egy virágot. Meg az éjszakáimat szoktam leginkább rááldozni. Ennyi mindent szeretnék még kipróbálni, hogy... Említsél néhányat. Leginkább, ami nagyon érdekelne, az a korongozás, a fazekas dolgok. Nagyon szeretnék cserépedényt készíteni, de még nem éreztem magam készen rá. Mindig jön valami, hogy most igen, ezt megcsinálom. És hiába tudom, de még nem tartok ott, hogy úgy képes is lennék rá. Pedig az egy termelékenyebb, hamarabb eredményt mutató kézművesség. Igen, igen. Most ezekben a virágokban eléggé megtaláltam. Úgy érzem, hogy most ezt egy jó darabig szeretném folytatni. Ezt a, amit beszéltünk, ezt a gyurmából, vagyis hát levegőn száradó agyag a hivatalos neve, mert az oktatóm, aki tanítja nekem ezt a dolgot, ő kikéri magának, hogy ez nem gyurma. Végül is igaza van, én is ragaszkodok a dolgaimhoz. Úgyhogy most ez a gyurmavirág, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert ezt most én is úgy látom, hogy... Hány óra munkája van benne? Ez 9 órányi, de a 9 óra az a keményen 9 óráig. És mi van, ha elrontasz egy bibét? Akkor hogyan lehet ezt korrigálni? Vagy földhöz vágom, vagy kezdem előről. Nem rontottam el, tehát megcsináltam, de 9 óra kellett hozzá. Amikor kész volt, és így nézegettem, és gyönyörködtem benne, hogy ezt most tényleg én csináltam, akkor az annyira boldogságot ad, hogy legszívesebben már kezdtem volna előről. Pedig azért éreztem, hogy a testem elfáradt, pont ez, hogy a folyamatos koncentrálás és ez a finom munka, azért ez kiveszi az embert, hogy nagyon aprólékos. De utána úgy feltöltődtem, hogy utána is éjszaka nem tudtam, előtte való éjszaka azért nem aludtam, mert izgultam, hogy megyek virágot készíteni, utána meg azért nem aludtam, mert hogy kész volt, és hogy ezt nem hiszem el, hogy ez tényleg ilyen szép lett. Ezt a fajtát csináltam már, van orchideát is, ilyen kicsi orchideát, ez is ugyanaz. Erről is azt gondoltam első blikre, hogy igazi. Ez is pedig azból a levegőn száradó agyag. Én még talán a vízcsepet is látom ott benne, hogy... Azt, igen, és azt mondjuk én festettem, mert ugye a lilium az adott, mert az fehér. Azt én festettem, azt a rózsaszint, azt... Ilyenkor használsz mintát? Mint ahogy a szobrászok modellt? Igen, hát itt az oktató, amit elkészített, az van kitéve. De hát most kitesznek egy ilyen virágot és kezd el csinálni, hát... Nem így lerajzolni se tudom. Igen. De igen, úgyhogy ez azért még ez nem egy segítség nélkül, ehhez azért nagyon nagy tudás kell. Például ezek a harisnyák, ezek így körülbelül ilyen hosszúságba kapható, de ezt nem tudod felvenni, csak ugyanolyan, mint a harisnya, de már ez ugye színezve van. Eleinte én festettem a harisnyát, az nem tudott olyan látványos lenni, mint hogy mondjuk, ez, nem mutatom. Mondjuk ez a kék, ez az intenzív kék szín, és ráadásul ez ilyen melírozott harisnya. Árnyalatai van neki. Igen, tehát még szebb. Hogy ezért egészen picike szirmokat kell csinálnod, amiből majd lesz egy virágod, és hogy hány olyan virágot kell megcsinálni, hogy legyen egy ilyen... Megtervezed előtte, lerajzolod? Nem, sosem. Elképzeled is azt szerint, ha igen, hogy elkezdem csinálni, és utána így összerakom, tehát így... Ha kizökkentenek, ott folytatod, ahol abba hagytad? Igen, tudom, hogy hol jártam mindig. Azt nem tudnak úgy kizökkenteni, hál' Istennek, de igen. De ugyanakkor, hogyha szétnézünk a lakásodban, a képek a falon is érdemes megtapogatni némelyiket, mert gyanúsan keresztszemes, és ugyanakkor olyan kifinomult technikával dolgoztál, hogy le a kalappal. Igen, hát nagyon sok képet, párnát vartam, vagy például csináltam, visszateszem, vagy például ez a ragasztott technika, ez is sokan azt hiszik, hogy ez nyomtatott kép, nem, ez cérnából van, a cérnaszál egyesével ráragasztva a papírra. Jó, ez ragasztva van, nem hímezve? Varma. Nem, ez ragasztva van, ez kétoldalú ragasztóra van ragasztva. Türelmes ember vagy. Igen. Ettől vagy türelmes, vagy már eleve ez egy képesség, ami kell hozzá? Ettől vagyok. Ettől. Ha ezt nem csinálnád, milyen lennél? Hát még jobban nyüzsögnék, de nem.
úgy érzem, hogy segít a problémákon, ha van, segít megnyugodni, segít. Az emberek szeretnek valamilyen szinten sikeresek lenni a munkájába, a család életébe. Nekem mindenhez hozzátesz a sikerem. Én nagyon szerettem, amikor a kisfilm is megdicséri és nézi, és ez tényleg, ez nagyon jó lett, ez jó érzéssel tölt el a visszajelzés, amit így kapok a környezetemtől, legyen az távolabbi vagy közelebbi kapcsolat. De gondolom, hogy az is hatalmas támogatás és inspiráció, hogy az emberek visszajelzése is pozitív. Mert gondolom, ezt a rengeteg mindent nem csak magadnak csinálod, hanem mások örömére is. Igen, hát nálunk már évek óta a karácsony, a húsvét, az már várják így a hozzátartozóim, barátaim, hogy na most vajon mit fogok kapni, mindig így nagyon felcsigázom őket előtte, és akkor mindig meglettem a szeretteimet tényleg a saját kezem által készített dolgokkal, ami tényleg nem egy közhely, de szeretik az emberek, és sokkal jobban értékelik, mint hogy most kapnak egy pár zoknit, vagy egy akármit. Úgyhogy én már mindig ezzel lepem meg őket. Húsvétra szoktam ezeket a tojásokat készíteni, kisebb, nagyon méretben, ez pont egy... Ezeket hogy hívott? Tojáskabátok? Igen, ezt a férjem adta ezt a nevet, mert hogy a tojások fel vannak öltöztetve, és ugye tojáskabát lett a neve. És ez például nagyon, ezt szerintem minden barátomnak csináltam már ilyet, vagy a családomon belül mindenkinek. Tehát az a barátaid ismertető jele, hogy van már tojáskabátod? Igen, tehát akinek nincs, az nem a barátom. Tehát körön belül, vagy körön kívül van, igen, ugye Robert De Niro után szabadon? Ez már nagyon sok mindenkinek van. Ugyanezt szoktam karácsonykor, ugyanezzel a technikával készítek karácsonyi gömböket, és minden évben örülnek neki, minden évben más. Most neked csináltam egy ilyen rózsát közben. Köszönöm szépen. Egy ilyen kis lila rózsát. Elvégül is a virágok, az kimeríthetetlenül sok féle színű formájú lehet, úgyhogy imádom az ilyen mesevirágokat gyártani, mert a kisfiam szokta mondani, hogy ezek olyanok, mintha mesébe lenne, mert hogy ilyen nincs is. De hogy mégis van, mert anyuci ilyet csinál. Magabiztos győzelmet aratott a vecsésese Él Team a Tatabánya KC csapata ellen a hétvégi összecsapáson. Éllovashoz méltó játékkal kezdtük a mérkőzést, és 10 perc után már 7-2-re vezetett a csapatunk. Végül 34-24-es győzelemmel ért véget a nagyszerű hangulatú összecsapás Nagy Károly vezetőedző vezényletével. A vecsési kézilabda szakosztálynál következik a tavasz egyik nagy rangadója, a mieink a Pler Budapest gárdája ellen lépnek pályára szombaton 18 órai kezdettel. Egyhetes edzőtáborban voltak a VFC labdarúgói Debrecenben. Az intenzív felkészülés mellett a nemrég a csapathoz érkezett Szász Ferenc vezetőedző is jobban megismerhette a játékosokat. Hát január 10-én kezdtük, és utána egy hét edzés után mentünk le az edzőtáborba, aminek legfőképpen az volt a célja, hogy kicsit azért én is megismerjem őket, egy csapatépítő jellege volt, illetve hát nem kell a céllal tulajdonképpen, hogy azért egy komoly edzést tudjunk beletenni a csapatba, ugye a Gendur Lászlóval, a kollégával és a pályaedzővel mentünk le, ahol tudtunk napi két edzést csinálni, illetve mérkőzést tudtunk játszani, illetve egy nagyon komoly konditeremben tudtunk minden nap még plusz speciális edzéseket adni a srácoknak. Így utólag azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, bízunk benne, hogy elérte a célját, hát ezt természetesen a játékosoknak kéne elmondani, hiszen hogyha az edzőt szapulják, az azt jelenti, hogy fáradtak, és akkor azt jelenti, hogy munka van bennük. Igazából így vágunk neki majd mostanára újra a napi rendszerességgel edzünk ugye Gyömrön, és jönnek még a maradék edzőmérkőzések. Ugye most szerda szombat ritmusban játszunk egy picit, és onnantól kezdve pedig hát próbáljuk keresíteni a csapatot a március 2-ai Mórahalmi mérkőzésre. Most akkor tehát ön is megismerte a csapat minden egyes tagját, mindenki a helyén van, minden helyre van-e ember, vagy pedig keresnek még? Az igazság az, hogy ugye körülbelül 6 ember köszönt el ilyen olyan okok miatt a csapattól, nyilván volt, amikor a klubvezetés köszönt el tőle, illetve valaki pedig más tervek miatt köszönt el a csapattól. Igazából nagy vándorlás a 6 ember helyére, egyelőre 4 játékos, 4-5 játékost érkezett.
Az, hogy tervezünk-e játékost, azt megmondom őszintén a kollégám és a vezetőkkel, most úgy egyeztünk meg, hogy még a szombati mérkőzésig várunk, hiszen van olyan játékosok a keretben, akik sérüléssel bajlottak az előző szezonban, és hogyha úgy látjuk, hogy felépültek, egészségesek, és tulajdonképpen lehet rájuk számítani, azért azt gondoljuk, hogy akár egy Takács Zoltánról, ha beszélünk, azért nagy erőssége lehet a csapatnak, tehát akkor nyilván nem keresünk mondjuk például a belső védőt. De ezt próbáljuk még a héten lezárni, hiszen az átigazolási időszak sem véges, és kell keresni még akkor viszont játékost, akkor viszont valóban. De most úgy érezzük, hogy a mag megmaradt, azért azt gondoljuk, azért itt nem voltak értéktelen játékosok, legalábbis ez az én véleményem. Talán egy másabb jelen munkával, talán másabb közösséggel össze lehetett volna jobban őket kovácsolni, de ez nem az én tisztem megítélni, és ebben nem is szeretnék visszafele mutogatni, eddig se tettem, és nem is szabad. Csak előnézünk, amit beszéltünk is már talán többször, hogy nekünk egy cél lebeg előttünk, a bemaradás, ez szerint dolgozunk, talán azt lehet mondani, hogy a munka még sose csapott be senkit. Önnek egyébként mi az edzői módszere, vagy mennyire rugalmas az edzői módszere? Tehát van egy adott csapat, ami ugye olyan, mint a konyhában a fűszerek, nem mindegy, hogy hogyan vannak vegyítve, lehet abból jó étel vagy rossz étel, ugyanígy a focistákból is egy jó csapat, vagy kevésbé jó, de nem mindegy, hogy ki főz velük. Látta már, hogy kikből áll ez a csapat, ön hozzáigazítja a módszert, vagy pedig a hatodik haszakad, őket faragja bele a skatujába, amiben szeretné? Hát ez kettőség, azért azt gondolom. Én azért a nagy szakemberektől azt tanultam, és azt gondolom, és ez a magam véleményem is, hogy azért a keret megmutatja, hogy milyen erősségű eleve, mire számíthatunk. Lehetek én itt, kardozhatok én itt, hogy én nekem már pedig az edző filozófiám, és ezt fogom játszani, hogyha a csapat nem alkalmas rá. Ugye mi az elnök úr, amikor tavaly átvettem a csapat az utolsó két mérkőzésre, akkor nem titkolt célja az volt pontosan azért, hogy valamennyire megismerjük a csapatot, hiszen kimondatlanul már akkor egy tulajdonképpen egy nagyon mentálisan szétesett csapat benyomását is keltették a srácok, talán az volt egy kicsit az impulzus, adjunk egy új impulzust, ugye, illetve de mégis az a legfontosabb az volt, hogy megismerjük a srácokat. Én is megismerjem, meg talán ők is. Innentől kezdve jött az, hogy eljött a január, amikor viszont már azt mondtuk, hogy na akkor most már viszont tulajdonképpen az én sózok, hogy így mondjam, ha már a fűszereknél maradtunk, vagy maradhatunk, hogy akkor megpróbálom én irányítani ugye a Lacival az az egész munkát tulajdonképpen. Valóban kezd alakulni egy picit a dolog, de még egyszer, ha a kérdésre nem kikerül a választ, azért azt mondom, hogy ez egy 50-50%-nak kell lenni, hiszen van egy kialakult mag, van egy kicsit azt mondom, azért nyomás alatt vagyunk, hiszen azért a bemaradásért kell küzdeni, tehát nyilván másabb jelleget kell játszani, és másabb jelleget kell ölteni a csapatnak, karakterében is, mindenben tulajdonképpen, mint mondjuk azt mondom, egy 5.-6. helyezett csapatnál, itt azért mások lesz. Az elvárások is ezért a másabbak lesznek, nagyobbak lesznek nyilvánvaló, de reméljük, hogy ehhez én is tudok idomulni, de remélem, hogy a csapat is tulajdonképpen valamennyire hozzám. Most hogyan körvonalazódik a csapat, mi az erőssége jelenleg, és mi az, ami még kell erősíteni? Hát ugye azért mi nem tartozunk a tehetős klubok közé, hogy akkor veszünk, hirtelen vettünk 4-5-8-10 játékost, akár extra játékost is mondható. Én továbbra is azt gondolom, hogy ahhoz, hogy benn maradjunk, nekünk egy hallatlan nagy csapategységet kell alkotni. Itt most az egoizmusokat félre kell tenni, akár az enyémet is, tehát amit beszélgettünk, akár az edzői filozófia, az most egy kicsit hátrébb szorulhat talán. Nyilván nekem is kell formálódni hozzájuk, kialakítani azt a fajta taktikát, amivel tulajdonképpen eredményesek lehetünk. Aztán, hogy ezből most még egyszer mondom, mi sül ki, az nagyon bízom benne, hogy azt majd már áprilisban már láthatjuk, hiszen a március 2-ai mérkőzéssel elindul a bajnokság. Ugye 14 fordulónk van, 14 lépcsőt kell meglépnünk, ebből, hogy hányat tudunk sikeresen fölfele menni, és hányat lefele, az majd a igazándiból, majd akkor már körvonalazódni fog. Svédországban is megmérettette magát Kis Bettina, a vecsési ökölvívó szakosztály sportolója, aki ezüstéremmel tért haza a versenyről. A vecsési sportolók jelenleg a Bocska István emlékversenyen vannak, ahova több mint 20 országból érkeztek ökölvívók. A VSE két versenyzőjét, valamint a szakosztályvezetőt az elutazás előtt látogattuk meg a boxteremben. A magyar válogatott volt kint Svédországban a Golden Girl versenyen, ami egy elég rangos és nagy létszámú női nemzetközi verseny. 280 ökölvívó regisztrálta be magát előzetesen. Itt a válogatottban
egyvecsési versenyző volt Kis Bettina. Ugye tavaly még junior korosztályban versenyzett, ez a 15-15 éves korosztály. Most korcsoportot váltott, az ifjúságiak között lépett ringbe. Hasonlóan, mint hogy a Tamara az év elején Szerbiában, így ő is most az első ifjúsági versenyen esett túl. Itt annyi a különbség, hogy eddig 3x2 percet boxoltak, most már 3x3 percet. Jól sikerült a torna, igazából a döntőbe szenvedett csak vereséget egy francia versenyzőtől, úgyhogy így végül is ezüstéremmel zárta ezt a versenyt. Úgy néz ki az előzetes felmérések alapján, hogy nem fog neki ez a korcsoportváltás gondot okozni, a súlya ugyanaz van, a 54 kiló, csak annyi, hogy nem a juniorok, hanem az ifik között folytatja. Tovább folytatódnak azonban a versenyek, és február 7-én a Bocskai István emlékversenyen is képviselteti magát majd a vecsési boxklub. Kikkel? Így van, két lányjal indulunk ezen a versenyen. Ez egy régi rangos nemzetközi verseny Magyarországon, és tavaly óta lehet lányoknak is indulni ezen a versenyen. Úgyhogy a vecséses színeiben 51 kg-ban Pap Zsófia, és 57 kg-ban Szűcs Szabina fog ringbe lépni. Most a súlycsoporttal feljebb vannak igazából, ugye a Zsófi 48 kg-ban volt magyar bajnok, a Szabina az mondjuk 54-57 kg-ban is szokott boxolni, de mivel ebbe a két súlycsoportba írták csak ki részünkre a versenyt, ezért mindenképp inkább följebb menjünk egy súlyjal, de nem szeretnénk kiadni ezt a versenyt. Látom, hogy a lányok már készülnek, mennyire felkészültek? Hát remélem, hogy tényleg topon lesznek, ugye holnap reggel, 7-én reggel mi már utazunk, napi két edzéssel készültek erre a versenyre. Mind a kettőjüknek ez az idei első komoly megmérettetése. De Szabinának kellett volna Szerbiába utazni január elején, de sérülés miatt ezt a versenyt inkább kihagytuk, hogy rendesen rendbe tudjon jönni. Én bízok benne, hogy tényleg szép érmekkel fogunk innen hazatérni, és jó formában lesznek. Hogyan zajlik a Bocskai István emlékverseny? Hány körben kell megméretniük magukat? Pontosan még nem tudjuk. Maga a verseny 4 napos, tehát azt hiszem maximum 16 induló lehet egy súlycsoportban. Amit előre tudunk, az, hogy 22 vagy 23 ország fog indulni a versenyen, még Gánából is jönnek versenyzők, úgy néz ki. Hagyományosan erős nemzetek is, mint az oroszok, angolok itt lesznek. Nem tudom, hogy a női mezőnyben hányan lesznek, azt hallottuk már, hogy a Sabina súlyában itt lesz Angliából a Crystal Barker, aki egy elég híres versenyző, cseh versenyzők jelezték mindenképp, hogy itt lesznek. Ha a 7-én reggel van a sorsolás, akkor látjuk, hogy 2 vagy 3 mérkőzést kell boxolni a döntőbe jutáshoz. Mennyire tapasztalják azt, hogy Pap Zsófia és Szűcs Sabinának a neve megelőzi már az érkezését? Zsófit is most már azért kell, most már ismerik egyre jobban külföldön. Például tavaly előtt 51 kg-ban már nemzetközi versenyen jutott egész a döntőig, ott azért már felfigyeltek rá. Nyilván azért Szűcs Szabinát többen ismerik, őt azért már Európán kívül is jegyzik. Tehát ez látszik abból is, hogy bármilyen mozdulata van, vagy valami közösségi állóra bármiről a felkerül, akkor a világ minden tájáról kapunk már jelzéseket vissza, illetve a verseny, győztes versenyek után is mindenhonnan jönnek gratuláló üzenetek, tehát látszik, hogy a szakmából többen figyelik Európa szerte, meg világszerte az ő közreműködését. Most is éppen edzés közben, vagy mennyire érzed, felkészültnek magad a következő versenyre? Én teljes mértékben felkészültnek érzem magam. Eddig napi 2 edzettem, és nem kellett fogyasztanom se, úgyhogy teljesen jól vagyok. Izgulsz ilyenkor, vagy csak a ringre koncentrálsz, csak az ellenfélre, és kizárod a külvilágot? Hát régebben izgultam egy kicsit, de most már egyáltalán nem. Se verseny előtt, meg úgy meccs előtt se szoktam. Hány éve boxolsz? 4. Mi minden történt ebben az elmúlt 4 évben? Mire vagy a legbüszkébb? Hát nagyon sok minden. 4 magyar bajnokságon vettem részt. 2 aranyérmem lett, 1 ezüst és 1 bronzérmem. Sok külföldi versenyem volt. Nemzetközibe sokat boxoltam. Úgyhogy igazából ezek voltak a nagyobb. Egy nagyon kedves lánynak tűnsz, és gondolom, hogy azért a ringben nem biztos, hogy olyan nagyon jó lehet veled szemben állni, de miért pont a box, adódik a kérdés? Igazából nem tudom, szeretem, mert izgalmas, meg hát ez ad úgy igazából adrenalint, ez illik hozzám amúgy szerintem. Igazi energiabombának tűnsz, van valami beceneved? Pizsi.
Pizsi? Igen, az edzőm adta. Szeretsz aludni, vagy miért? Nem, azért, mert Pap Zsófia vagyok, és ebből adódik. Ja, értem, tehát egy szókép a nevedből. Még jó, hogy nem Pizsi lettél. Igen. Elég jól megúsztam ezzel a becenével a csapatban. Rosszabbul is járhattál volna? Sokkal rosszabbul is járhattam volna. Mi a célod egyébként? Van esetleg olyan ideális verseny, ami mindenképpen egyszer majd szeretnéd megméretni magad? Hát minél nagyobb versenyeken szeretnék kijutni, VB-re, EB-re, meg mindenhova, külföldi versenyekre, mindenhova. Te viszont már 6 éve boxolsz. Mit jelent neked egy ilyen mérkőzés, mint például a Bocskai István emlékverseny a sok világverseny között? Hát ez a Bocskai, ez azért lesz fontos verseny, mert hogy Magyarországon rendezzük, meg egyel feljebb súlycsoportba indulok, úgyhogy mindenképpen villantani szeretnék, nyerni megyek. Nálad mit jelent egy villantás? Mert hogyha még meg se érkezel, már tudják, hogy jössz. Hát igen, nagyon sokan számítanak arra, hogy megjelenek. Igazából versenyt kell nyerni, tehát hozni kell papírformát, azért megyek, hogy megnyerjem, úgyhogy ezt kell produkálni. Érzed-e ezt a nyomást, ezt az elvárást, ami veled szemben van? Hát igen, nyilván érzem ezt az elvárást, de próbálok pozitívan följönni belőle. Inkább úgy fogom fel, hogy sokan számítanak arra, hogy megnyerem, nem hogy húznám le magam belőle, hogy na, mi van, hogyha most kikapok, hanem inkább töltöm. Mentálisan hogyan készülsz a versenyre? Mert úgy látom, hogy fizikálisan már minden rendben van, de mielőtt a ringbe lész, vagy a verseny napján, hogyan töltődsz? Szereted-e azt, hogyha beszélnek hozzád közben, elvonulsz, zenét hallgatsz, mi a szokásod? Hát ez változó igazából, mikor milyen pillanatban kapnak el. Igazából a közvetlen meccs előtt az edzőmmel szoktunk beszélgetni, sétálni, és akkor így már teljesen ráhangulunk az adott mérkőzésre. Megbeszéljük, hogy milyen lett az ellenfél, mert ugye a meccsnap normán tudjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy beszélgetésekkel többnyire. Személyre szabottan felkészülsz az ellenfeleidre? Nem, igazából így edzéseken nem tudom, hogy kivel fogok mérkőzni. Adott nap megbeszéljük, hogy milyen vívó, vagy milyen típusú boxoló, és akkor ahhoz próbálunk összerakni elemeket. Neked mi az erősséged? Tehát nyilván van egy repertoár, amiből tudsz meríteni, technikai fogások, lépések, ütések, de mi az erősséged? Mikor vagy igazán jól a bőrödben, a ringben? Hát amikor kívülről tudok boxolni, amikor az ellenfél jön előre, és tudok vívni, akkor azt érzem, hogy ha hosszú egyenesekkel távol tudom tartani, akkor nagyon nyerekbe érzem magam. Így laikusként azt gondolom, hogy te a súlycsoportodhoz képest magasabb vagy, és hosszabb karokkal rendelkezel, jól látom? Hát igen, ez 54 kilóban ez működik. 57 kilóban szerintem nagyjából velem egy magasak, ott előfordul, hogy sokan vívnak velem szembe, és ezt annyira nem szeretem, viszont hogy mondod, 54 kilóban magasnak számítok. Beszéljünk ugyanakkor arról is, hogy itt Vecsésen is egyre többet találkozhatnak veled a legkisebbek is, hiszen úgy tudom, hogy Kertész Henrik munkáját részben vagy egészben te veszed majd át itt. Igen, én vettem át február 1-től a kicsiket, a félötös csoportot. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési magazin című műsorának február 9-i adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!